Sziasztok, hello, hello, hello. Képzeljétek el, hogy Iron letöröltette a videómat. Lehet, hogy nem ő volt. Lehet, hogy most pont nem ő volt. Lehet, hogy csak egy community guideline strike, mivel az valamiért, gondolom a kislány miatt, de igazából ki volt cenzúrázva, hogy minden, szóval nem értem, hogy mi a gáz. Mindegy, remélem visszatöltik a videót. Úgyis megvan mindenkinek, úgyis látta már mindenki az én első videómat. Ugye a Magyarország legundorítóbb youtubere című videót. De mivel már kettő videóm is letörlődött Ironról, ezért úgy gondoltam, hogy muszáj kiraknom még valamit róla, nem? Tehát, ha már így törli őket, akkor valahogy fenn kell tartani a szintet. Tehát, minél több videót töröltet, én annál több új privát anyagot fogok feltölteni. És egyszer csak abba adja, nem? Mivel írnak az emberek folyamatosan nekem, hogy ez is ez történt, ilyen és ilyen felvételeim vannak. Én ezeket láttam, és nagyon sok dolgot tudok még. Sőt, lehet, hogy még akár még egy merendőségi feljelentés is lesz. Még nem mondok túl sokat. Így, ennyit erről. Hallgassátok meg ezt a hangfelvételt, amin velem beszél Iron Channel. Ez még a botrány előtt volt, amikor Citexnek a csatornáját szerette volna eltávolítani, de hallgassátok meg a beszédstílusát és azt, hogy hogyan beszél. Elég érdekes egy arc, nem? Tudod, mit csinált tegnap a Toxid meg a Two-Side-ba? Meg a Two-Side megbíztatta a Toxidot arra, hogy reportoljanak be engem poénból a Google supporton, és a Toxid önöket írkált, hogy nagyon zavarja őt, hogy ez az ember folyamatosan csak lopja, és ebből van a pénz, és küldte a videókat, és mondta, hogy rögzítettük a izét, és hogy úristen, geci, a Toxidba, mikor saját embereid. Én megmondtam, hogy engem a Toxidtól lesz copyright strike-om, én a Two-Side-ot a pillanatban rendelem be. Megmondtam neki. Kettler, csak nem biztos, hogy sokat érsz vele. Kurva sokat, mert rengetegen szét akarták meszedni a túlszedőt, de nem találtak rajta fogást. Még lenne mit, bőven. Az a baj, hogy mindenki nem tudja, hogy mire kéne célozni annál, hogyha rendel. Mert mindenki de még a Citex se. A Citex se tudja, bazd meg. Mert mindenki punci, azt finoman szeret fogalmazni. Jaj, rossz vagy, megpróbálok rád hatni. Nem, bazd meg. Ha valamit le akarunk járatni, akkor azt vagy csináld jól, vagy hagyd a fasz. Azt úgy kell, mint nekem, bazd meg. Hát, te inkább magadat. Inkább magadat égetted itt le, de ahogy te érzed. Ez másról szól. Én tudod, miért égettem magamat? Mert lusta vagyok arra, bazd meg, hogy én másoknak a videóiba turkáljak, és onnan vágjak ki részleteket, és ezért égettem le magamat. Mert én csak mondom a fasságot, nem nézek utána. Mert nekem erre nincsen energiám, hogy másnak a szarát nézegessem, azért bazd meg, hogy abból én a saját csatornámról valami egyedit csináljak. Hát jó, csak ez meg így nem fair. Érted? Ezért vagyok troll. Meg egy kis tartalom tolvaj. Ja, meg néha azért van egy kis saját tartom, de mondjuk, hogyha most valami gebasz van, és nála véletlenül rosszul sülne a dolog, figyelj, ha rosszul sül el, abból is ki tudsz jönni. 7 napod van arra, hogy visszavond a jelentést, és nem törlik le a fiókodat. A lényeg, hogy a 3 strike ne gyűjjön ki. Nálam. Egy is mert sok. Így, egy is sok, bőven, mert én live. Tehát mondjuk nekem most már ott a trovó. Van 1000 követő, tudom nyomatni. Ennyi. Ott aztán ott még jelenteni se tudsz, bazd meg. Legjobb. Hát ott nem, mivel semmi köze hozzá. Meg oda már nem hiszem, hogy követnének. De a Citex mondta, hogy volt egy trovó, nem is láttam, hogy mi a... Ő Twitch-en akar lenni. És én mi mondtam neki, bazd meg, hogy segítek neki a trovóba, hogyha kell. Mert hülye vagy. Tamasz óta ölitek egymást, az... Még segíteni akartok egymásnak. Ugyan már? Fasság. Nem, a legjobb döntés most tudod, miért van, megmondom, hogy nem szedem le a sztrájkot. Pont. Én biztos, hogy nem szedtem volna le, de hát az én vagyok. Figyelj, az, én egy olyan ember, aki egész nap arról beszél, hogy milyen tikkus, meg minden, nem gondoltam volna, hogy ilyen etikátlan dolgot csinál. Tehát ez lett volna az utolsó, ami tényleg. És a fagyi visszajön, és ilyen véres a bosszú, az meg ezzel szerintem... Hát szerintem, igen, ez bosszú akinek volt. Akinek a szemében nem járatta le magát ezzel, az nem százas az az ember. Nem tehát járatta ez, le magát véletlenül sem. Miért nem járatta le?
Mert mindenki utál téged azon a közösségi platformon. Csak az Ők számukra te egy tartalomtolvaj vagy, aki ráadásul még, hogy is fogalmazza, kring. Várom, hogy írjon a manin, bazd, itt nézem a telefont, bazd ki. Kimegy cigizni, bazd, mennyi idő elszív négy Nem cigit, talán rakta dob. fel a töltőre a telefont. Csak a töltőt, Te... csak a USB-t Fejtsük be... rakta be a telefonba, de a konnektorba már nem. Hát mondjuk én a manin, én nem tudom ki az ember, de ugyanolyan hangja van, mint a Milánnak, és ugyanúgy néznek ki konkrétan. Az ex, tudod, az ex. Ja, igen. Ugyanaz az ember, bazd meg. Hát nem tudom, én őt nem láttam soha. Öj, Akkor... bezabáltam, bassza meg, fájós. Mit tud ez a manin? Valamit mondj már róla, mielőtt még idén. Mivel lett ismert? Mit csinált? Troll. Mivel? Hogyan? Ha maga módján, hogy is fogalmazzak, volt egy csoport, és ő ott vált úgymond ismertebbé. Gyilkolta a népet állandóan. Aztán kialakult egy közössége, az követte őt Discordra, majd streamre, azt ennyi. Van egy stílusa. De hát még mindig értelmesebb, mint a streamerek zöme. Twitch-en hány követője? Tudja, fele meg kell nézni. 5000-ben több? Hát gondolom, Jó, akkor. valószínűleg. Jó, csak azért van youtuber. És most a túlszájt próbálja magát kimagyarázni a Citex-nél. Nem baj, lebanoltatom a Citex-et, letiltatom a túlszájtot, a szarban is, az meg van. A Two-Side az megérdemelni, mert ő az, aki most itt geci sunyiskó, nagyon sunyi. Ő olyan, mint te a Véva Pitából. Hátra beépül, az nézi, hogy Hát szétbasszák azért egymást. én nem mondanám azt, hogy ilyen voltam. Én... Nem, akkor milyen volt? Milyen volt ő, na? Imádnak, geci. Ott Milyen hagytam a volt? gecibe, ennyi. Én a Citex-es videójánál Igen. fölhívtam, és megmondtam, hogy öcsi, itt felejtse. Tehát mondom, amíg Igen. addig ment a dolog, hogy videóba te ott rendelgetsz, meg beszólogatsz mindenkinek, az még egy dolog. De hogy fészlékeled a gyereket, meg már átmész egy újfajta köpködésbe, az már Ez megint más. új műfaj, az emberek már nem nyitottak az újra. Én nem tudom, csak én vagyok nyitott az újra. Ez nem az újdonság, Figyelj, varázsa. ma egy olyan termékről csináltam tech videót, ami egyedülálló Magyarországon, az első ilyen termék, a HomePod Mini amúgy, a okos asszisztens. Nem Senki nem ismerem. fogja meg. Senki, Apple-ös cucc, új cucc, és kurva olcsó, és úgy szól, mint a bika. Senki nem fogja megnézni. Sanszos. Pedig kurva jól össze lesz vágva. Nekem Nagyon az egy iPhone-os videómat. Mennyi idő elszív négy cégét? Mondjál már valamit. Nem töltött a Elér. telefonja. Honnan veszed? Onnan, hogy ráírtam. És? Hogy nem rakta fel Ja, töltőre. ő most írt neked, Igen. hogy nem rakta. Hát ráírtam, hogy mondom, merre jársz már, ember? Szóval mi ott vagyok ki, és mondom, hát itt vagyok. Mondom, tölt már a telefon? Hát nem nagyon, mert nem raktam fel végül tölt. Azt hittem, Jó, hogy én azt hittem, felrakta. hogy, én azt hittem, hogy csak erre gondoltál, hogy ez történt. Nem. Idióta. Én nem kihátráltam a V-bak mögül, a V-baknak megmondtam, hogy innentől felejtsen el, mert mondom, elővettek miattad, engem ne vegyenek elő senki miatt. Ha Manin fog OBS-ezni? nem hinném. Tettél érte, hogy OBS-ezzen téged? Én nem is ismerem. Akkor meg. Mindegy, ez a zenén lesz, szeretném vele tisztázni. Az még nem jelent semmit. De nem hinném, hogy ilyennel foglalkozom. Maxim azt mondja, hogy nem, bocs, az cső. Ő neki mi a vélemény Citexről? Epic.
tudom, és sose kérdeztem, hogy mi a véleménye. Gondolom nem jó, hisz lerendelte, bár ő meg full lesz a szarja, tehát kiröhögi az ilyet. Ő abszolút lesz szarja. Ez olyan tipik leszarom ember, hogy már csak ezért is imádom úgy, ahogy van. Én nagyon lennék a helyébe. Tehát most engem 3 napja az, hogy nem alszok, és ez fúszt rá, én nagyon lennék a helyébe. Azt És még mennyi nem idő alszol akkor? 3 napja? Mert geci ideges vagyok. Mire? Most itt bazdmeg, bemegyek a kommentekbe. De minek? Mert hülye vagyok. Hát azt látom. Nem bírsz magaddal. Istenem. Szívja már azt a szállat, Gecet, már ennyi idő alatt az meg eszi, hogy dobozzon. Ezt nem is cigizek. Figyelj, de 10 cigizek, per csak 9 a nem mai rakta videó. föl töltőre azt a szart. Ez beteg, 10 per 9, a legőrültebb iskolai dolog, ilyenkor már 17 ezeren volt, ez meg 3 ezeren van. Na ezt mondom. Ja, miért nekem a izém? Második szinkronom. De Tök nem, sokat nem dolgoztam vele, korlátozott, az nem semmi. korlátozott, figyelj, a live se korlátozott, és ez is korlátozott a, ez a videó. Mondjuk a like arány, mert nagyon el van baszódva. Mindig ezzel nem már tenni kell. A komment szekciót letiltottam mindenhol. A videó írni akarsz? Írni akarsz? Írjál e-mailt a kurva anyádat. Rossz búzik. Miért? Leszetted a izé komment lehetőséget a YouTube-on? Ja, nekem ne kommenteljél, bazd meg. Figyelj, mikor a Hörbit szétbaszták, emlékszel? Én? Nagyon durva vádak voltak. A Citrix videójában? Terrorizmus. Vagy hol? Nem. A valós videóban, a legelsőben. Terrorizmus, vádak, minden. Na hát arról még nem hallottam, hogy ő terrorista lenne. A nőt bántotta, az verte. Azt tudom, azt hallottam azt a videót. Egy nap alatt, azt hiszem, két vagy nap alatt, flextette ki, nap vagy alatt. Nem tudom már. Figyelj, 2 nap alatt csengett le az egész téma, mert nem volt nála komment szekció és like arány. 2 napig tartott. És ennyi volt. Ahhoz képest még mindig emlékszünk ezekre a dolgokra. Emlékszünk, de már nem fogunk ebből ügyet csinálni. Sajnos. Én viszont nem akarom azt, hogy erre emlékezzenek. Tehát vagy ezért tisztámra mosom a nevem egy ilyen videóval. Vagy lekapatom Szitexet, az meg. Aztán ez volt az, figyelj, a Siti HD miattam törölték le, ezt elfelejtették az emberek. És ő miattam szedte le magát, mert én berenteltem. Én azt tudtam, ki az hogy a ki Siti ez. HD? Nem tudom, egy kis lolos ember volt, de 30k-s húba. Berenteltem 7000-ről, azt letörölte magát, mert hogy ő egyetemista is róla ne legyen ilyen kint az interneten. Ha. Azt mivel rendelted le? Már nem tudom. Azt írta, hogy hűc. Hívj, jó, hozom. Ahoj. Halló. Kúrva, hát tényleg ugyanolyan hangod van, bazd meg, mint izé a szerveremen. Ugyanúgy nézek ki, ugyanolyan hangod, mint a szerveremen az egyik csávónak. Behalok. Kinek? Exa neve egyik moderátorom, aki veled szokott trollkodni, mert hogy van egy vaninak. Mi a neve? EGS, ex. Ugyanúgy néztek ki, az mégis ugyanolyan hangotok van. Nagyon durva, nagyon durva. Na. Király. Az El Grandét is azzal szopott, hogy jó van. Na figyelj, lenne egy dolog. Ne OB. Na, igen. Figyelj, annyit, hogy mondj, hogy tudsz segíteni. Figyelj, Citexre véleményed van valami? Mi van? Mivel kapcsolatban vagy? Mi van? Citexnek kapcsolatban valami véleményed van? Hát mi legyen? Most azt nem értem, mi a kemény a kérdést. Segítség kéne tőled. Nekem ma lett a faszom tele, figyelj ide, én visszasztrájkoltatom azt a videóját. Van még egy videója, amit tudok sztrájkoltatni, ez 2. Többet nem tudok, és az egyik te videódban van még részlet kivágva az a mani rendjében. Ha megkérhetlek rá, akkor esetleg nem szeretnéd megoldani, hogy meglegyen a harmadik is. Ennyi lenne. De hogy mi a kérdés? Hát ennyi, hogy tudsz ebbe segíteni. Mert de mit szeretnél? Hát lekapatni ezt a csatornát a YouTube-ról. Meg tudjuk oldani. De miért? Nem értem, hogy miért?
Mert most már irreális, amit csinál. Tehát ez a privát beszélgetést egy az egybe egy órába kirak premierbe, ez kegyetlen. Milyen privát beszélgetés? Ezt nem értem. Jó, te nem tudsz semmit, mi? Nem. Hát de nem, hát azt tudom, hogy, streambe beszéltetek? Júj, basszol. Nem. Discordon beszélgettek privátban, és azt privátban rám írt, hogy vegyem le a copyrightot. Hát de nem mondta, hogy fel fogja venni a beszélgetést? Nem jelezte, semmilyen formában. Kaptam a YouTube-tól e-mailt. Hát akkor miért nem hívott be ide, hogy beszéljetek erről? Vagy nem tudom, most beszélsz nekem, miért, nem tudom, milyen, mi közön van ehhez? Segítség. Na már Elgrand, de magyarázz előttem, mert jobban... Na, neked már azért van tapasztalat. Vagy érted, hogy mit szeretnél, csak miért engem kérsz meg rá? Tehát teljesen nonsense. Mert te lennél a harmadik ember, aki tudna segíteni, nem muszáj van innévvel, tehát ugye az akkuntot nem látja, csak max az e-mail, de akkor már tök mindegy. Az a lényeg, hogy figyelj, van a videó, amit visszarakott, arra vissza tudom tenni a copyright strike-ot, nyilván már nem úgy, hogy nem e-mailen keresztül, de két nap. Ha az rámegy, akkor az egy. Hogyha azért bazd meg, mert komolyan mondom, a tököm tele van az, hogy privát beszélgetést meg se kérdezi, publikálhatja, és kirakja az egészet. Nem azzal van a baj, nem benne van a Two-Side, és a 10 000 emberről beszélünk, akik abszolút nem is tudták, például, hogy a Two-Side meg én rohadtul kollaborunk. És engem most baszottó zavar az, hogy például a Two-Side most itt nyal a Citexnek, és le akarja mosni azt magáról, hogy amúgy én 2 éve beszélek vele, és kibaszottul együtt csináltuk az összes videóját, én fordítottam le magyarra, stb. Oké, és? Na. És ilyenek vannak abban, nem tudom mennyit haladtál abban a premierbe, vagy mennyit láttál belőle. Nem tudom, belenéztem egy kicsit, aztán ennyi. Amúgy én igazából teljesen, nem tudom, illuminált állapotban voltam. Tehát megnéztem, nézem, mondom, Citex live-ból megnézem, azt így 3 perc után leesett, hogy amúgy ez premier, és kinyomtam a faszba. Azt a kurva. Na mindegy, szóval te nem még az az ember, aki így ilyen téren tudna segíteni a harmadik sztrájkkal. Hát, ez szerintem off-old. Off-oljam? Ez nem én leszek. Azért megkérdeztelek. De így összepaktálni az ember hát mögött, hogy te most ezt így, nem tudom, ezért tettem fel a telefonom, dude. Hát ez elég gáz. Nehogy már behalok még, és stílusotok is ugyanolyan azt a kurva élet. Jézusom. Na, mit akarok? Jó, mindegy, akkor ez olyan köszi. Én szóltam, hogy le fogja szarni Mannin. Tehát... Én ismerlek már annyira, én szóltam. Na, ilyen le fogod szarni az egészet, tehát... Én annyira örülnék, ha én is így... Nem tudom, én Citex-szel beszélek amúgy mindent, tehát nem tudom, hogy most... Én tudom. Na, mindegy. Hát de akkor most miért szeretném le? Hát most beszéltem vele ma is, meg tegnap is. Mindegy, de ez már így... Semmi bajom nincs vele amúgy nagyon. Nem tetszik a content, amit gyár, de mint ember semmi problémám nincsen vele, most mi a faszt iszni baszakodjak vele. Ez ugyanígy részemről Iron is, hogy oké, mint videós, telibe rugdosnám, de magával az emberrel semmi bajom. Attól, hogy egy tartalomtolvaj vagy, az a te dolgod. De attól függően nem fog, hogy mondjam, ezt el lehet szeparálni, hogy a személyeddel nincs bajom, de az, amit művelsz a YouTube-on, azt hagyjuk inkább. Tehát az normális kommunikációval nem tudnám kifejteni, hogy ne sértődj meg. Hát gondolom, na, de én ezt elfogadom. Azt mondom, hogy... Ez fasza. Ennyi. Na mindegy, jó helyben ennyi a dolog, de mondom, tehát ez már így, ez így mi az, hogy privát, de nekem szólt volna legalább, hogy akkor jó, ezt most fel fogom venni. Érted? Semmi. És akkor én leírtam neki e-mailbe, figyelj, akkor azt felolvasom, nem hosszú, hogy mi van a probléma. Figyelj, leírtam neki, hogy kedves Citex, nem állt szándékomba azt tenni veled, de mit említettük, ezt a videót nem kellett volna feltenned. Itt egy videó, fél percig néz meg, bevágtam egy 100K-s videómat, egy 3 hónapos videó, és azzal kezdem, hogy sajnos ez a videó is külföldről van. Mindegy. Nem mondd azt, hogy a nézőim nem tudták az egészet, mert tudták ebben az 1000 éves videóban is elmondtam nekik. Amik streamben, amikor V-bak ott volt, említettük a hangtorzítós esetet, amit ígértél, és hogy nem hozott fel, lezártuk, illetve elnézést kértem. A szerveredben miért szűröd azokat a nézőket, akik 12 éven felüliek és tudnak velem azonosulni? Miért baj, hogyha egy 18 éves is néz? Ő nem engem néz, hanem a tartalmat, amit készítettem. Elgrend elmondta a véleményét, viszont te próbáltad átfordítani a sajátodra.
Utána itt egy link, mindegy, mondtam, szerintem jelen esetben nem nekem kéne elnézést kérnem, nem én voltam az, aki a Discord szervén másokkal együtt kibeszéltetek, illetve nézték át, hogy hány feliratkozód, mennyien néznek. Magyarul nem én járkálok a tekertetben, nem követem a munkásságot. Én látom az Ari Lencsines videókban a potenciált, de ezt még annyira nem nézik, ezért javaslom, hogy kicsit vidd bele a saját stílusod, de végre az emberek a te saját stílusod miatt követnek, amire legyen büszke, mivel én ezt csak nagyon kis értékben mondhatom el. Úgy gondolom, sokkal nagyobb problémák is vannak, mint egymás rendelése, megköszönöm, hogy jövőben egymást anyagolnánk. Mondom, hogy ha szeretnél beszélni, akkor itt lesz a Discordom, aztán, ja, ennyi. Hát király, én nem születek le semmilyen videót, de én lépek is most, tehát ja. Mindegy, köszi azért. Na, jó hát, éjszakát. Cső, cső. Cigisztél egy jót, na. Csó. Ja, cső. Mennyire fogja neki elmondani? Valószínűleg elmondja. Szarok bele. Mennyire vette fel? Nem hiszem, hogy felvettem, mivel telefonról van. Hát pedig felvettem. Na, ja, itt vagyok újra. Köszi szépen mindenkinek, aki nagyon sok ember feliratkozott, meg szeretném köszönni most mindenkinek, hogy feliratkoztatok. Nézzétek a videókat, átjöttetek Twitchre, megnéztétek a livestreamjeimet, nagyon sokan ott maradtatok, több száz ember nézett. Tök sokszor voltam, hogy én voltam a második magyar Twitchen, első magyar Twitchen, soha nem volt még ilyen, nagyon hálás vagyok. Tehát most még egyszer nem gondolom, hogy aki szeretne, az nézze meg a livestreamjeimet, nem fogtok csalódni szerintem, igyekszem szórakoztatni az embereket. Inkább az ilyen fiatalos, edgy kölyköknek streamelek, de egyértelmű, hogy vannak komoly témák is. Általában videókat szoktam kritizálni, videókra reagálunk, játszogatunk, el vagyunk, zenéket csinálunk, zenéket hallgatunk. Gyertek, nézzetek be! Ennyi, nem tudom, remélem, hogy ezt az Iron Channel-es témát le lehet zárni, és nem fog több videót töröltetni magáról, meg jó lenne, ha eltűnne az internetre, mert amiket Twitterre kiírkál, nem tudom, nézze meg mindenki saját magának. Zeki kihívta a srácot boxmatchre amúgy, Iron Channel-t, de nem válaszolt. Én nagyon remélem, hogy lesz belőle egy boxmatch. Én adom, szóval, ja, basztassátok Iron Twitteren, hogy fogadja el a boxmatch kihívást. Konkrétan boxmatch, tehát nem az, hogy megverik, hanem tényleg egy rendes boxmatch. Lehetne jegyeket venni, mehetne mondjuk adományra a pénz a jegyekből, vagy bármi. Tehát, ja, tiszta menő lenne. De hát nem fogja elfogadni, mert egy büdös patkány. Ja, na mindegy, jó van, köszönöm, hogy itt lettem. Megmutathattam ezt a csodás felvételt, ami a gépemen van, már nem tudom mióta. Most így megtaláltam, és mondom, hogy ó, várjátok, már hát ez hosszabb, mint ami eddig volt. Ennek csak egy része volt eddig publikálva. Most már az egészet kipublikáltam. Hallgassátok meg, nagyon jó. Köszi szépen, sziasztok!